Olasz életérzés a Túri várban, negyedik alkalommal rendezték meg Várpalotán az olasz napokat. Természetfotó kiállítás nyílt a Túri György gimnáziumban. Romantikus estet rendezett a zeneiskola. Kihirdették a közlekedés biztonság gyermekszemmel című rajzpályázat eredményeit. Köszöntöm nézőinket! Az elmúlt péntek délután ünnepélyes keretek között nyílt megint már negyedik alkalommal Várpalotán az olasz napok. A megnyitott Campanári Talabérmárta polgármester Giancarlo Fermani, a Tema Itália Egyesület vezetője, és Mariano Ambrogi, Grottazolina város korábbi polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. Várpalota mellett a meghívott városok Sant'Elpidio a Mare, Grottazolina, Ortezzano, Campofilone és Quattro Castella képviselői is jelen voltak. A rendezvény sorozat célja, hogy az olasz barátok közreműködésével közelebb hozzák az itáliai hangulatot a várpalotaiakhoz, mondta el köszöntő beszédében Campanári Talabér Márta polgármester. A városvezető szerint ilyenkor bemutatkozhat az olasz kultúra és gasztronómia sokszínűsége. Igazániból nagyon sok területen működünk most már együtt, ugye az egyik hagyományosan erős a sport, és ez úgy tűnik, hogy továbbra is egyre inkább erős marad. A hagyományőrzés úgy gondolom, hogy úgy szintén, mint az íjászkodás területén, mint egyéb módon megmaradt fontos pillérnek. Próbálunk együtt pályázni több uniós forrásra. Az kevésbé látványos, illetve van egy része, ami látványos, hiszen például a mostani rendezvényt is részben uniós forrásból finanszírozzuk. De ez is nagyon fontos, hogy próbáljunk meg megvalósítani együtt különböző projekteket, akár úgy, hogy olasz testvértelepüléssel, vagy akár több más nemzetiségű várossal együtt próbálkozzunk. Voltak már ilyen sikereink, és reméljük, hogy lesznek is. Fontos a gasztronómiai vonal, nagyon sokan jönnek kóstolni, illetve most már vásárolni is finomságokat. Úgyhogy tényleg megpróbáltuk teljesen kiszélesíteni, illetve nem szeretném kihagyni az autókat, a járműveket sem, ami különösen a fiatalabb, illetve idősebb urakat vonza a rendezvényre. Idén is van Ferrari, itt van egy Alfa Romeo találkozó, tehát aki olasz autókra vágyik, ki akarja őket próbálni, vagy csak meg akarja őket nézni, ők is örömöket tudják lelni a mostani két napban. Az eseményen Várpalota díszpolgári címet vehetett át Mariano Ambrogi, Grottazolina város leköszönt polgármestere. Mariano Ambrogi Grottazolina városának polgármestere és alpolgármestere is volt. Tevékenységével aktívan részt vett Várpalota város olasz kapcsolatainak kiszélesítésében. Ambrogi a turizmus területén, valamint a várpalotai és fermói kistérség vállalkozásai közötti kapcsolatok erősítésében lát további együttműködési lehetőséget. 1999 óta járok Várpalotára, amióta hazámban politikai megbízatásom van. Várpalotával a félmaratoni futás révén kerültem kapcsolatba. 2004-től 2014-ig voltam Grottazolina polgármestere. A tevékenységem során nem csak a sportkapcsolatokat ápoltam, hanem a célom az volt, hogy kulturális, illetve nemzetközi pályázati kapcsolatokat is építsek a két város között. Nagyon meglepődtem, amikor a megnyitón szólítottak, és Várpalota polgármesterétől Campanári Talabér Mártától átvehettem a díszpolgári címet. Talán annak köszönhető az elismerés, hogy a polgármesterségem idején a kapcsolatok kiszélesedtek Várpalotával. A hivatalos kapcsolatok egy idő után baráti kapcsolatokká alakultak. Várpalota emiatt is él olyan élénken a szívemben. Ez a gesztus a díszpolgári cím nagy büszkeséggel és megelégedéssel tölt el, hiszen ezzel a városvezetői munkám is elismerték. Mindemellett további erőt is ad ahhoz, hogy a két település közötti kapcsolatot tovább vigyük és szélesítsük. Az olaszországi Sant'Elpidio a Mare és Várpalota hosszú évek óta működik együtt. A kapcsolat 2016-ban testvérvárosi szintre lépett. Az olasz napokra mintegy 25 fős delegáció érkezett az itáliai városból. Magunkkal hoztuk a Costa del Secchio hagyományőrző csoportot és Olaszország egyik legjobb éttermének megválasztott La Locanda dei Matteri mesterséfjét, Barbara Settembrit. Küldöttségünk minden tagja boldogan tapasztalta, hogy a várpalotaiak és a rendezvény vendégei nagy örömmel fogadták a zászlóforgatók bemutatóját, de ugyanúgy pozitív visszajelzések érkeztek az általunk készített olasz ételekkel kapcsolatban is.
Giancarlo Fermani, aki szintén Várpalota díszpolgára, a TEMA Itália elnökeként, valamint a Márcse Tartományi Ipari Egyesületek Szervezete alelnökeként képviselte az eseményen a dél-európai országot. Szerinte Olaszország és Várpalota között mind turisztikai, mind kulturális téren nagy fejlődés tapasztalható. Mindezek mellett a gazdasági kapcsolatok előmozdításában is sok lehetőséget lát. A TEMA Itália szervezésében körülbelül 50-en vagyunk jelen a várpalotai olasz napokon. Zászlóforgatóink és az Ortenzia néptánc csoport is elkísért minket. A két nap alatt lehetőségünk volt különböző falusi szállás és vendéglátóhelyeket megtekinteni. Én személy szerint a magyarországi és olasz falusi turizmus kölcsönös reklámozásában is látok lehetőséget. Látogatást tettünk a közeli Jászdon, illetve Csőzpusztán is, ahol kézzelfogható volt számunkra az elgondolásban rejlő lehetőség. Egy nemzetközi gazdasági projektről is elkezdtünk egyeztetni, ami mindkét térségnek nagy lehetőséget jelenthet a fejlődésre. A népszerű rendezvény Servigliánóból érkezett, hagyományőrző zászlóforgatók látványos produkciójával startolt el péntek délután a Túrivár előtt. A Quattro Castellai Európai Baráti Egyesület jóvoltából egy különleges parmezán sajtot is felvágtak. Az esemény már a várpalotai olasz napok hagyományos részévé vált. Az est további részében koncertet adott Gianluca Pieragostini. Valamint fellépett az Ortenzia néptánc csoport, a San Elpidio Amarei Contesa del Seccio csoport és a Cserregő néptánc együttes. A negyedik olasz napok keretében szombaton a kikapcsolódásé volt a főszerep. A programoknak a barátságtalan időjárás miatt ezúttal a Túrivár folyosói és termei adtak otthont. A gasztronómia jegyében étel és italkóstolókon vehettek részt a látogatók, de Bede Róberttel is találkozhattak. A televíziós műsorokból jól ismert mesterszakács az olasz konyhába adott bepillantást egy főzősó keretében. Próbáltam minden régióból hozni, illetve északról és délről is ezeket az ételeket. Az egyik az egy szicíliai eredetű zöldségsaláta volt, a caponata névre hallgat, ez sült padlizsán, sült cukkini, édeskömény, halványító zeller, paradicsommal, friss bazsalikommal, fenyőmaggal, borecettel összevegyítve. Gyakorlatilag ez egy sült zöldségsaláta, illetve hát egy klasszikus risottót, ugye azt mondjuk, hogy olasz konyha, akkor mindenki csak a tésztákra gondol, meg a pizzára, de a risottójuk az szerintem a leghíresebb a világon, és egy klasszikus sáfrányos risottót készítettem, és ugye sertés szüzet hoztam, amit felszeleteltem, és igazi pármai sonkába göngyölve, vajjal, egy pici rozmaringgal és némi fokhagymával sütöttem meg, olyan igazi klasszikus ugorja szájba falatkák voltak. Rusztikusnak mit hív a szakács? Az, ami marha ronda. Ugye azt hívjuk, hogy rusztikus. Tehát összevágjuk a zöldséget, és azt mondom, hogy ezt a édes kövényt én most rusztikusra vágom föl, gyakorlatilag az azt jelenti, hogy rondá. Az olasz konyha csak úgy, mint az egész világon, hazánkban is nagy népszerűségnek örvend. Bede Róbert azt mondja, gazdagsága mellett talán éppen az egyszerűsége a titka a talján gasztronómiának. Ha visszanyúlunk a népi hagyományokhoz és a klasszikus népi eredetű egyszerű ételekhez, a letisztult, egyszerű, tökéletes ízvilágot mutatja meg, minél gyorsabban elkészülve és minél táplálóbban, és lehetőség szerint próbáljunk meg minél több zöldséget belevinni. Ez mutatja igazán az olasz konyha. Amellett, amiért nekem külön kedvencem, tehát én imádom ezt a fűszervilágot, és imádom ezt az ízvilágot. Én azt a konyhát, azt szoktam mondani, hogy azt a konyhát szeretem, amelyik gazdag ízvilágában, és az olasz konyha nagyon gazdag. A látványos főzőbemutató után a Szegedi Miniszínház mutatta be a Vigyázat vagy Nyugat című gyermekelőadást, ezt követően pedig az olasz zászlóforgatók és hagyományőrzők előadását tekinthette meg a közönség.
Az olasz testvérvárosi együttműködés jegyében közös műsort adott az Ortenzia Néptánc Együttes és a Cserregő Néptánc Együttes. A Túrivár körül sem maradtak látnivalók nélkül az érdeklődők. A vár előtt két vérbeli olasz sportautót, egy Ferrari Kaliforniát és egy Lamborghini Huracánt is megcsodálhattak a vendégek, de a vállalkozó kedvű sofőrök egy-egy körre el is vihették a négykerekű autócsodákat. A negyedik olasz napokat könnyű zenei koncert zárta. A negyedik olasz napok programsorozat részeként adott közös koncertet az elmúlt pénteken a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar és a szintén Veszprémben jegyzett Gizella női kar. A Jószerencsét Művelődési Központban rendezett zenei esten a fiatalon elhunyt olasz zeneszerző óriás Pergolesi kantátáját, a Stabat Matert hallhatta a közönség. Húsvéti koncerttel kedveskedett a komoly zeneszerelmeseinek a Gizellai női karral kiegészült Mendelssohn Kamarazenekar a Jószerencsét Művelődési Központ nagytermében. A zenei eseményt a Várpalotán zajló negyedik olasz napok keretében rendezték meg. Nem véletlenül van most ez a koncert. Az olasz napok része a koncert. Úgy gondoltuk a karmester úrral, hogy egy olasz estet, és mivel hogy az olasz napok húsvét előtt van, akkor egy húsvétváró olasz koncertet adunk közösen. Kovács Péter, Bartók Pásztori díjas hegedűművész vezette veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar már nem először örvendezteti meg produkciójával Várpalota zenekedvelő közönségét. Ez alkalommal húsvétváró koncertjük témáját az egy hétvégére városunkba költözött Itália és a keresztfán meghalt Jézus ihlette. Húsvét előtt természetesen olyan műsort kell játszani, ami alkalomhoz illő, és itt adódott az alkalom arra, hogy amúgy várpalotai illetőségű Borbásné gazdag Gabriella, aki a Veszprémi Gizella kórust, Gizella női kart vezeti, hogy egy közös produkciót mutassunk be, és azt hiszem, hogy a világ egyik legcsodálatosabb darabja, ami ma fel fog hangzani, Pergolesi Stabat Mater című kompozíciója, ami pont erre az összeállításra íródott, tehát két női hangra és vonós zenekarra. Stabat Mater himnuszt közel 100 zeneszerző is megzenésítette. A zenekar most az olasz Mozartként is emlegetett Pergolesi kantátáját hozta el Várpalotára. A mű eredeti kottájában ugyancsak szoprán és altszólamok találhatók, ám ezen az előadáson a két kiváló szólista, a Liszt Ferenc díjas Kertesi Ingrid és Megyes és Schwarz Lucia mellett bizonyos duetteket a Gizella női kar két szólamú kórusa énekelte. Yeah.
szokás kórussal és szólistákkal is énekelni, de néha úgy is felhangzik, hogy csak két szólista énekli és zenekar. Mi a másik változatot választottuk, hogy bizonyos tételeket a kórus énekel. A szintén veszprémi jegyzésű Gizella női karvárpalotai gyökerét a kórust alapító és azóta is vezető Borbásné gazdag Gabriella jelenti. Mindkét együttes gazdag repertoárjában szerepelnek szakrális és világi darabok, a barokk zenétől a klasszikusokon át egészen a 20. század legjelentősebb műveiig. Itt csak időkérdése volt, hogy évtizedre terjedő ismeretségükből mikor születik közös előadás. Mondta el a zenei eseményen a Mendelssohn kamarazenekart alapító és vezető hegedű művész Kovács Péter. Hát igazából a Gizella női karral ismerjük egymást, és már régóta terveztük, hogy együtt fogunk működni, de az első igazi alkalom az most jött el, és hát pont Várpalotán, ami most már nekünk is a szívünk csücske, most már egyre gyakrabban járunk Várpalotára. Bordásné gazdag Gabriella hozzátette, 10 éve tervezik már a közös fellépést a kamarazenekarral, és nagy örömére szolgál, hogy ezt most Várpalotán az olasz napok keretébe valósulhatott meg. Ez egyébként már egy több mint 10 éves tervünk a karmesterrel, hogy itt született meg, hogy előadjuk közösen ezt a művet. A 12 tételes Stabat Matert méltó tolmácsolásban élvezhette a közönség, akik között a városunkban vendégeskedő olasz delegáció tagjai is helyet foglaltak. Számszeri jazzbemutatóval egybekötött íjászversenyt tartottak az elmúlt szombat délelőtt a 4. olasz napok keretében. A rossz idő miatt a Nagy Gyula galériába költözött a program. Az íjászok versengését a Szent Sebestyén Számszeri Jazz Társaság bemutatója vezette fel. Az ízelítőt korhű fegyverekkel mutatta be a hagyományőrző társaság. A Szent Sebestyén Számszer Íjász Társaság a középkori íjászatot igyekszik hiteles módon rekonstruálni. Általam készített másolatok, tehát működőképes replikák, és teljesen autentikusak, tehát múzeumi szintű rekonstrukciók készültek, csontberakással, tehát van művészi része is ennek a tevékenységnek, tehát rekonstruáltam azokat a dísz elemeket rajta. Nem öncélúan volt ez pusztán ezeken a fegyvereken, hanem mindenek, ugye a középkorban, ami le volt rajza, mert az emberek zöme írásodatlan volt, jelentést hordozott. Így a fegyverre lévő ábrák is jelentést hordoznak, és hát a formaviláguk is egy az egybe azt a művészi formavilágot tükrözi, amit a középkori ember készített annak idején. Az íjászverseny alatt a versenyzők a székely távolodós szabályai szerint versengtek. A kihelyezett célokra egyre nagyobb távolságból kell lőni, így komoly kihívás elé állítva az amatőr és profi íjászokat is egyaránt. Ez egy középkori alaputazó ruházata, aki azért többek között írt az árpádkori magyarokról is, mondjuk így, egészen sok mindent. Tehát jártak nálunk, meg még kint az óhazában, ha így lehet fogalmazni, tehát még a Kárpát-medencén kívül ugye alaputazók, akik szépen leírtak ezt azt a magyarokról, még az árpádféle honfoglalás előtt, és utána is. Úgyhogy ez egy szokásos feladatom, tisztem az, hogy ha hívnak, akkor megjönnek, aztán beszélek az íjászatról, amelyeként mint civilben történésznek a kutatási témát is jelenti egy részről. Az íjászverseny közel 40 résztvevővel indult. A versengés 7 kategóriában zajlott, a legkisebbektől a legidősebb korosztályig. A házi bajnokságra az ország több szegletéből érkeztek versenyzők. A Turivár vitézei tavaly kezdték meg tevékenységüket Olá Tibor vezetésével. A vitézek között már van egy magyar bajnok is, Járfás Zsuzsa személyében.
Túrivár Vitézei néven indultunk, ugye én tavaly októberben költöztem ide Várpalotáról, Egerbe jöttem, én azért többszörös magyar bajnok vagyok, Európa bajnoki, harmadik világbajnok, és úgy gondoltam, hogy itt is megindítjuk az íjászatot, és hála jó Istennek ez is, azt mondom, hogy azért köszönhet a városnak, köszönhet a polgármesterasszonynak, és köszönhet mondjuk a Csővári Zsófiának, aki intézte nekünk a termet, de megadták a lehetőséget, maximálisan támogatnak bennünket, megkaptuk ugye a helyet, tudunk venni, és mondom, azért most már vannak érmeink, 23-24 versenyzőnk van, abból 14-en igazoltak. Voltunk már többször ugye komolyabb versenyeken is, magyar bajnokságról mondom, hoztunk érmeket, szándékunk van, én most 7 versenyző, jelen pillanatban 7 olyan szintű versenyzőnk van már, aki a magyar bajnokságon akár komoly érmeséért indul, fog is, egyébként szeptember 8-án lesz Szigetváron, Kaposmérőn a magyar bajnokság, a szabadtéri, ahol már mondom, remélem legalább 3-4 érmet hozni fogunk, én biztos vagyok benne. A Turivár Vitézei több kategóriában is az élen végeztek, sőt csapatversenyben a Vándor kupát is sikeresen elhódították. A fennállásának 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében nyílt az elmúlt hétfőn természetfotó kiállítása a Túri György gimnáziumban. A tárlaton 180 fotón mutatkoznak be a gimnázium egykori és jelenlegi tanulói, valamint pedagógusai. A kiállításon helyet kaptak Fitos János az iskola egykori tanárának fényképei, valamint Kalmár Lajos Gábor természetfotós képei is. Az április végéig megtekinthető tematikus válogatást Szondáné Kovács Molnár Márta nyitotta meg. Tematikus válogatásban 180 természetfotót állítottak ki a Túri György gimnázium fennállásának 60. évfordulója alkalmából az intézményben. A tárlatra egykori és jelenlegi tanulók, valamint pedagógusok is küldhettek alkotásokat. A szervezkedés már a nyár elején elkezdődött, tulajdonképpen effektíven a januárban kezdtük el gyűjteni a képeket. Én azt gondoltam, hogy 30 fotóból fogunk először kiállítást csinálni, és amikor megnyílt ez a felület, ahova a régi tanítványok, esetleg tanárok és mostani diákok is küldhettek fotót, 300 kép gyűlt össze. A fényképek a jelen és jövő, a vizek, a fények, a tájak, a növények, az évszakok és egyéb témakörök szerint vannak csoportosítva. Mindezek mellett külön tablót kaptak Kalmár Lajos Gábor természetfotói. A tárlattal az iskola elhunyt pedagógusának, Fitos Jánosnak is emléket állítottak, aki maga is szívesen fotózta kertjében a különböző madarakat. Az április végéig megtekinthető tematikus válogatást Szondáné Kovács Molnár Márta nyitotta meg. Igazából ott kezdődik a természeti nevelés és a természetnek a szeretete, amikor én tényleg elmegyek, és azzal a céllal megyek el, hogy én olyan fotókat tudjak csinálni, amelyek ténylegesen egy kicsit az állatok világát be is tudják mutatni. Tehát nem elkapott fotókról, hanem céltudatosan készített fotókról van szó. És én azt gondolom, hogy itt nagyon sok olyan képet fogunk látni. A kiállítás megnyitóhoz kapcsolódva Kalmár Lajos Gábor természetfotós tartott egy vetített képes előadást a tanulóknak. Ha minden összejön, hogyha jó szél mozgása van az embernek, kinézte a helyet, van köd, van napkerte, akkor még mindig bent van a pakliba az, hogy be is jöjjön szarvas erre a létre. Kalmár Lajos Gábor közel 30 éve fotózik. Az elmúlt 10 évben egyre több sikert ért el. Rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi természetfotós pályázatokon is eredményesen. Gyerekkoromtól kapcsolatban voltam a természettel. Igazán, amikor úgy gondoltam, hogy valami egyedit kellene csinálni, akkor döntöttem a Gemenci erdő mellett, mert... Így ugye Gemenc Európa legnagyobb ártéri erdeje, és így az ártéren a vízbe lefotózni ezeket a nagyvadakat sokkal nagyobb kihívás, mint egy réten vagy egy domboldalon, és sokkal egyedibb képek is készülnek, és lementem egyszer-kétszer, és szerelmese lettem így Gemencnek. A fotós szerint a természetfotózáshoz az egyik legfontosabb dolog a kitartás, hiszen sok olyan környezeti és időjárási tényezővel is meg kell küzdeni a munka során, ami miatt talán egyesek könnyebben feladnák. Itt a természeti erőkkel és a természettel van, kell igazán megküzdeni. Mint ahogy mondtam, a gyártéri erdő, itt rengeteg a szúnyog, mocsár, ingovány, és nagyon kiszámíthatatlanok az állatok. És igazán ez adja azt a kihívást, hogy
18 000 négyzetkilométer gemenc, tehát az, hogy most ott előttem jöjjön ki egy szarvas, arra nagyon csöpp az esély. Persze, hogy az ember sok időt, meg sok munkát rászán, kitapasztalja, hogy merre járnak, hogy jönnek, akkor azért nagy valószínűséggel lehet szép képeket csinálni ott is. A tárlaton két díjnyertes fotót is kiállítottak. Két olyan képet tudunk itt bemutatni, amik országos pályázatot is nyertek. Az egyik tulajdonképpen a most novemberben egy vadvédelmi pályázat, országos vadvédelmi pályázatnak az első díját hoztuk el egy szarvasbogár fotóval, 12-ás Vermes Vandának a fotója, és van egy régi baglyos képünk is, amit még annak idején Tóth Edit készített, és ő pedig egy nemzeti múzeum pályázaton a Baglyas hegynek, tulajdonképpen a néprajzi történelmi vonatkozásait dolgozta fel ezzel a képpel, és ezzel is első díjat nyertünk. A közeljövőben a Földnapja kapcsán induló fotópályázaton a gimnázium 4 tanulója vesz majd részt. A mostani kiállítás szervezője reméli, hogy az Éltető fény címet viselő veszprémi kiíráson is szép sikereket érnek el az iskola tanulói. Romantikus estet tartottak az elmúlt szerdán a zeneiskola növendékei. A Tudivárban megtartott eseményen olyan zeneszerzők művei csendültek fel, mint például Chopin, Schubert és Mendelssohn. Mindemellett romantikus hangulatú slágereket és egyéb darabokat is hallhatott a közönség. Az esemény az énekes és a zongorista növendékek tanszaki estje is volt egyben. A fényes hajnalban néz, már én a boldogabb nincs, s a pénzt, ha kölcsönkkel kérne, ezt gondot nem hoz nékem, mit ajtok elére. Megszokhatta már a várpalotai zenekedvelő közönség, hogy a zeneiskola rendszeresen valamilyen tematikus koncerttel örvendezteti meg őket. Ez alkalommal a romantika jegyében tartottak hangversenyt. A romantikus estnek az apropója leginkább az volt, hogy Chopin évforduló van ebben az évben, és gondoltuk, hadd csendüljenek fel ezek a gyönyörű szép Chopin darabok, amik a legtöbb darabot Chopin zongorára írt. A romantika több művészeti ágra együttesen terjed ki. A zenében az 1830-as években alakult ki, és egészen 1910-ig tartott. A romantikus művészek az érzelmi feszültségkeltésre, a szélsőségek ábrázolására törekedtek, illetve kedvelték a hosszú dallamíveket. A stílust az érzelmek és az eszmék heves, szenvedélyes kifejezése és a képzelet szabad szárnyalása jellemzi. Az esten két tanszak növendékei mutatkoztak be, Regovics Zsuzsa énekesei, valamint Tósokiné Török Viktória zongoristái léptek a közönség elé. A hangverseny a romantika jegyében két részből állt. Először a romantika korában élő zeneszerzők, mint Mendelssohn, mint Chopin, mint Schumann, Schubert darabjai csendültek fel, aztán átmentünk a romantikus érzelmek felé, ott már többi zeneszerzőknek a darabjait is megmutattuk. Sweet dreams that leave our worries behind.
Április és május során a zeneiskola több tematikus hangversenyre is várja a zeneszerető közönséget. Lesz többek között kamarazenekari koncert, de ismert filmslágerek is felcsendülnek majd a növendékek előadásában. Közlekedés biztonság gyermekszemmel címmel idén is meghirdette a rendőrség hagyományos rajzpályázatát, melynek eredményeit az elmúlt kedden ismertették a várpalotai rendőrkapitányságon. A versenyre benevezett mintegy 80 pályamunkát három korcsoportban, óvodás, alsó, valamint felső tagozatos általános iskolás kategóriában értékelték. A megmérettetés díjazott alkotásait egy megyei fordulón is véleményezik majd a szakemberek. Higgyétek el, nagyon nehéz választani, hogy melyik a legszebb és melyik a legjobb. Itt fő szempont volt azért a mondani valója a rajzoknak és a kidolgozása. Közel 80 pályamunkát küldtek be a várpalotai rendőrkapitányság nemrégében meghirdetett rajzpályázatára. A munkákat a zsűri óvodás, alsó, illetve felső tagozatos korcsoportban értékelte. A rendőrség minden évben megtartja a közlekedésbiztonság gyermekszemmel rajzpályázatát, ami egy felmenő rendszerű rajzpályázat. Az azt jelenti, hogy elsősorban először is a járás településeiről érkeznek be gyermekrajzok, ami érinti az óvodás korosztályt, illetve az általános iskola alsó és felsős tagozatos gyermekeinek a pályaműveit. De a felmenő rendszer az azt jelenti, hogy a várpalotai rendőrkapitányságon a helyből érkezett gyermekrajzokból értékeljük az első három helyezést elérő gyermekeket, és az ő pályaműveiket felterjesszük a megyei fordulóra, ahol majd szintén ott a szakemberek értékelik a pályamunkákat, és abból fognak felállítani ott is egy sorrendet. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság idén is rendhagyó témát hirdetett meg. Bartók Judit rendőrszázados az eseményen hangsúlyozta, a közlekedés biztonságban a mobiltelefon használata nagy kockázatot jelent, hiszen nem csak a gyalogos, hanem a gépjárművezető figyelmét is eltereli. Felhívásunkra, a rajzpályázati felhívásunkra összesen 82 darab pályamű érkezett, ami az általános iskolákból azt jelenti, hogy 6 általános iskola küldött pályázati munkát a tanulóktól, illetve 6 óvoda volt, aki készítetett gyermekrajzokat. Nyilván mások is nekiálltak rajzolni, mint már említettem, a téma nehézsége miatt nem biztos, hogy alkalmas is volt a pályamű arra, hogy eljutassák hozzánk, de ez már önmagában örömforrás, hogy foglalkoztak a témával, és a gyerekek rajzban fejtették ki a közlekedéssel kapcsolatos gondolataikat. A legjobb rajzokat készítő gyerekek az oklevelek mellett jelképes ajándékokat is átvehettek, például biciklicsengőt, lámpát, láthatósági mellényt és tornazsákot. A helyezést elért alkotásokat a Veszprém megyei rendőrfőkapitányságon bírálják majd el. A napokban megtartotta évértékelő tanácskozását a Városi Baleset Megelőzési Bizottság. A tavalyi év baleseti helyzetének elemzése mellett napirendre kerültek a 2019 évi programok és prevenciós események is. Az évértékelő értekezleten a Városi Balesetmegelőzési Bizottság tagjai vettek részt. A rendőrség mellett a polgárőrség, a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a tömegközlekedési vállalatok képviselői. A céljánk továbbra is azok a jól bevált lakosság körében elégedettséget kiváltó közlekedésbiztonsági ellenőrzések, programok, prevenciós propaganda tevékenységeknek a folytatása, ami már hát hagyományőrző jelleggel is mondható, illetve újként próbáljuk elérni azt, hogy az idősebb korosztály, főként a nyugdíjasok, akik már egy kicsikét csökkent egészségi képességekkel bírnak, ők próbálják meg ezeket a megváltozott képességeket figyelembe venni, és annak mérten részt venni a közlekedésben. Mindenképpen propagáljuk azt, hogy a közlekedik a család megyei fordulóján, Veszprémben, ami megrendezésre kerül a rendezvény, ezzel minél nagyobb számban jelenjenek meg családok, vegyenek részt ezen a közlekedési programon, hiszen egyfelől jó hangulatban telik, a család közösen eltölt egy kellemes délutánt vagy délelőttet, amelyik időpont számukra kedvezőbb. Itt a apuka is, anyuka is, illetve a gyermek is megmérettetheti magát különböző feladatokban,
és ennek a versenynek az eredményeképpen értékes díjakat lehet megnyerni, megszerezni, és későbbiekben esetleg az országos versenyre is a továbbjutást elérni. Az érintettek egyetértettek abban, hogy igyekeznek az online felületeket kihasználni a prevenciós tájékoztatásban, többek között a vezetés közbeni mobil használat veszélyei, illetve a gyalogosok esetében a fül- és fejhallgatók használata, mely komoly figyelemzavart okoz a közlekedésben. Újhelyi István, az MSZP Európa parlamenti képviselője látogatott el kedden Várpalotára, hogy a piacnál gyűjtsön aláírásokat aktivistákkal a párt EP listájának támogatásához. Az MSZP EP képviselője a Hírcentrum kérdésére elmondta, aktivistáik több tízezer aláírást gyűjtöttek az elmúlt napokban országszerte, többek között Várpalotán is, és biztos abban, hogy május 26-án sokan választják majd az MSZP párbeszéd közös listát. Újhelyi hozzátette, a jelenlegi háromnál több mandátumra számít, képviselőik az Európai Szocialisták pártcsaládjában politizálnak majd az elkövetkezendő 5 esztendőben. Nekünk azt érzékelnünk kell, hogy Magyarország sorsa szempontjából nincs más út, csak az Európai Unió. Ez az a védernyő, ami itt van felettünk. Ezért követelünk olyan intézkedéseket, ami az egész Európai Unióban egységesen és minden tagállami kormány számára kötelezően, például egy magasabb európai minimálbér, egy magasabb európai minimálnyugdíj, és mindenki számára egységes egészségügyi szolgáltatás, ami ugyanúgy jár egy magyarnak, egy várpalotainak, mint egy belgának. Hírműsorunk végén jöjjenek kiemelt híreink még egyszer röviden. Olasz életérzés a Túri várban. Negyedik alkalommal rendezték meg Várpalotán az olasz napokat. Természetfotó kiállítás nyílt a Túri György gimnáziumban. Romantikus estet rendezett a zeneiskola. Kihirdették a Közlekedés Biztonság Gyermekszemmel című rajzpályázat eredményeit. Most a folytatásban a Quantum Tudományos Magazin jelentkezik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!